Örök váltság, Nyíregyháza lakosai 200 évvel ezelőtt vásárolták meg földjeik tulajdonjogát. Fejlesztések nagy halászban, elkezdődött az új bölcsőde építése, de az idősek otthonát és a polgármesteri hivatalt is korszerűsítik. Gasztronómiai kavalkád, szombaton 21, vasárnap 26 csapat kínálta ételeit a látogatóknak a Tirpák Fesztiválon Nyíregyházán. Konferenciát és kiállítást is szerveztek Nyíregyházán a város örökváltságának bicentenáriuma alkalmából. A Kölcsei Televízió híradóját látják. Köszöntöm Önöket! A kiállítás megnyitón Ulrich Attila alpolgármester azt mondta, az akkori lakosok mai mércével nézve több milliárd forintnak megfelelő összegből vásárolták meg szabadságukat, ami a mai generációk számára is példaértékű lehet. Tudományos előadás Nyíregyháza első benzinkútjáról, Mohácsi Endre történésztől, a Szabadság és Haladás című konferencián, a Vármegye székhely Krúdi termében. Az eseményt Nyíregyháza örökváltságának 200. évfordulója alkalmából szervezték. Az örökváltságnak a témáját nyilván 200 éves, nagyon sokszor feldolgozták, rengeteg könyv jelent meg, és ezzel kapcsolatban ugye Kujbusné dr. Mecsei Éva tartotta a fő előadást, aki szinte a legnagyobb kutatója most jelenleg ennek a témának. Ehhez kapcsolódóan kerestünk olyan előadókat, akik előadásaikkal tudják színesíteni ugye a most az örökváltság 200. évfordulóját, és politikai, gazdaságtörténeti, illetve hallhattunk előadást magáról a 100 évvel ezelőtti centenáriumi ünnepségekről is. A konferenciához kapcsolódóan Így ünnepeltünk 100 éve címmel kamarakiállítás is nyílt a Városházán, amelyen egy közel 200 méter hosszúságú régi filmtekercs digitalizált változatából is láthatnak részleteket az érdeklődők. Bár a film nagy része elveszett, a megmaradt 100 éves felvételeken többek között egy Benkőbokori esküvő, egy futballmérkőzés és korabeli tűzoltók láthatók gyakorlatozás közben. Itt most, ami látható a kiállításon, az a ennek a filmnek a digitalizált változata, amelynek az első része a 1925-ös Klebersberg Unó látogatása Nyíregyházán, amikor meglátogatta az iskolákat, és a film második részében láthatunk a 24-es centenáriumi ünnepségekből bizonyos részeket, tehát a repülőnap, a Levente verseny, és azt hiszem, hogy igen, a Tormai Cecil fogadása Nyíregyházán a vasútállomáson körülbelül ennyi maradt meg. A kiállítást és a tudományos konferenciát egyaránt Ulrich Attila Nyíregyháza alpolgármestere nyitotta meg. Lényegében azzal nyitottam meg, hogy ez az összefogás és az a fellépés, amely a Nyíregyháza akkori lakossága közösen tett meg, az példaértékű, hiszen a felvett kölcsön az igen jelentős volt, amit ki kellett fizetni akkor a károlyoknak, 700 ezer rajnai forinttól több, ami több milliárd forintnak felel meg, hogyha ma ezt átszámoljuk, és ez minden családra, aki akkor itt lakott, terhet lót. Ez az összefogás azért, hogy előrelátóak voltak, és jól tervezték a város jövőjét, ez nyilván kihat a jelenkorra is, de példaértékű is a mai élő nyíregyháziak számára. A kiállítás megnyitó után az eseményen résztvevők koszorúkat helyeztek el a Kossuth téren álló örökváltság emlékoszlopánál. Három nap alatt 48 segélyhívás érkezett a katasztrófa védelem Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei művelet irányítási központjába. Pénteken 6 viharkárral kapcsolatos tűzoltói beavatkozás történt. Szombaton teljes terjedelmében égett egy gyürei Dobó István utcai melléképület. Az épületben két propánbután gázpalack volt. Az egyik a tűzoltók kiérkezése előtt megsemmisült, a másik gázpalackot a vásárosnoményi önkormányzati tűzoltók hozták ki, azt nem érte hőterhelés. A kisvárdai hivatásos tűzoltókkal együtt három vízsugárral, kézi szerszámokkal oltották el a tüzet. Szombaton is voltak viharkárral kapcsolatos tűzoltói beavatkozások, 5 helyszínen sérült fát, lehasadt faágakat távolítottak el a vásárosnoményi önkormányzati, a nyíregyházi, Baktalórendházi és Záhonyi hivatásos tűzoltók. Vasárnap teljes terjedelmében égett egy 200 négyzetméteres, részben téglafalazatú, részben nyitott oldalú filagória a nyíregyházi Alpár Ignác utcában. A város hivatásos tűzoltói két vízsugárral oltották el a lángokat, személyi sérülés nem történt.
Már zajlik az új bölcsöde építése Nagyhalászban, a munkálatok két hete kezdődtek. Emellett az idősek otthona és a polgármesteri hivatal épületét is korszerűsítik energetikailag. Napelemeket helyeznek el, hőszivattyúkat telepítenek és kicserélik a nyílászárókat. Látványos tempóban folyik az új bölcsöde kivitelezése Nagyhalászban, hogy jövő szeptemberben 36 gyermek itt tudja kezdeni az évet. A munkálatok két hete kezdődtek tereprendezéssel, munkaterület körbekerítéssel, de már a sávalapot is beöntötték. 2022. 6. hóba kaptuk meg a támogatási szerződést, és most sikerült két hete munkaterület átadással elindítanunk a projektet. Ez az RRF fejreállítási alapból történt a támogatás, 536 millió bruttó összegben támogatják az elképzelésünket. Ez a bölcsőde négy csoportszoba, ebből három ugye a gyerekek számára lesz kialakítva, illetve a negyedik szoba sószoba, illetve mozgásfejlesztő szoba lesz a épületben, illetve játszóudvar kialakítása lesz még, amit tartalmaz a projekt. Ez pedig már az idősek otthona, amit TOP Plusz pályázat keretében energetikailag újítanak fel. 49 kW napelem területet alakítanak ki, illetve hőszivattyúkat helyeznek el. A hivatal épületét is korszerűsítik hőszivattyúval, hőszigeteléssel és nyílászáró cserével. A város központi része pedig korszerű inkubátorházzal gazdagodik. Van még egy élhető település elnevezésű pályázatunk, amely szintén TOP Plusz irányába adtunk be, amelyet megkaptuk az értesítést júliusban, hogy nyert a pályázatunk, és októberre ígérték, hogy támogatási szerződést tudunk kötni. Ennek a tartalma jelentősen hozzájárul a városképünknek a javításához, szépítéséhez, hisz van benne egy kereskedelmi inkubátorház, ahol üzleteket lehet kialakítani, illetve közösségi teret tartalmaz. Négy közpark megújítása és egy legforgalmasabb József Attila úton, Nagyhalászban a legforgalmasabb útnak a út mellett egy kerékpársáv kialakítása. Az önkormányzat non-profit Kft-je sikeresen indult gazdaságfejlesztési TOP Pluszos pályázaton is. Ez 6 közművesített telephelyet, valamint egy 480 négyzetméteres csarnok építését jelenti. A rendőrség adatai szerint tavaly közel 1414 éven aluli gyermek sérült meg Magyarországon közlekedési balesetben. A 8 halálos áldozat mellett 152 esetben történt súlyos sérülés. A hasonló tragédiák elkerülése érdekében a nyíregyházi Móri Zsigmond általános iskolában a hagyomány szerint idén is megrendezték a közlekedés biztonsági napot. Ez a zebra nem csak a közlekedőket, de átmenetileg a teljes délelőtti tantermi oktatást is megállította a nyíregyházi Móricz Zsigmond általános iskolában, ahol hagyomány szerint közlekedésbiztonsági napot tartottak. Bár még mindig sokan autóval hozzák iskolába a gyermekeiket, az intézmény közelében kiépült kerékpárutaknak köszönhetően egyre többen érkeznek két keréken, vagy épp rollerrel iskolába, mondta el Illés Zoltán iskolaigazgató. A mai napi programot az iskolát támogató Nebuló Alapítvány finanszírozza, bonyolítja. Nyíregyháza megyejogú várostól kapott pályázati forrásból. A polgárőrség támogatja még ezt a munkát, és szülők is részt vesznek a mai napi program keretében is, segítséget nyújtanak, természetesen az iskola pedagógusai, illetve azok a szervezetek, akiket a Nebuló Alapítvány bevont a mai napra. Hozzátette, a közlekedés biztonság folyamatosan napirenden van az oktatásban, egyes tantárgyak is tartalmazzák a közlekedési szabályok oktatását, mivel a vármegye székhelyen nagy a forgalom az utakon. A rendezvényt a diákok szüleiből verbuválódott Nebuló Alapítvánnyal közösen szervezték. Ez a közlekedésbiztonsági nap már hagyománnyá vált az elmúlt több mint két évtizedben. A Covid időszakában sajnos egy leállás történt, és ezt a hagyományt szeretnénk újra feleleveníteni, annak érdekében, hogy felhívjuk a gyermekek figyelmét a biztonságos közlekedésre, a közlekedési szabályok betartására, és mindenképpen az egészséges élet felé tudjuk őket vinni.
Ezen a foglalkozáson az első segélynyújtási alapismereteket sajátíthatták el a gyerekek a Sport és Egészség Határok Nélkül alapítvány munkatársai segítségével. Nem messze tőlük Trafi Pax mérte a szaladó diákok sebességét, ezzel párhuzamosan az udvar másik felében a rollerrel való megállást is gyakorolhatták a résztvevők a polgárőrség felügyeletében. Nagy örömmel érkeztünk ide a mai napon, hiszen meghívást kapott a polgárőrség, hogy egy kis közlekedés biztonsági napon segítsük mi is az ő munkájukat, és igyekeztünk egy kis kvízzel érkezni. Felhívjuk a figyelmüket a kerékpár legfontosabb alkatrészeire, kötelező elemeire, illetve a jelzőlámpák fontosságára. Ezt próbáljuk, igyekezzük velük megtanítani elsősorban, illetve egy kis közlekedési pályával érkeztünk, ami az Országos Polgárőrszövetség jóvoltából valósulhat meg. Túróci Kinga hangsúlyozta, a polgárőrség fokozottan ügyel a diákok szabályos közlekedésére a tanévkezdés során. Minden évben segíti a polgárőrség az iskolakezdést, így a reggeli órákban és a délutáni órákban is irányítunk polgárőröket az iskolák környékére. Nyíregyházán 15 egyesület működik, 15 polgárőr egyesület, akik igyekeznek város részenként az iskolákhoz alkalmazkodva segíteni a biztonságos közlekedést. A legkisebbek színezőkkel és feladatlapokkal gyakorolták a közlekedési helyzeteket, a nagyobbak pedig ezeken az akadálypályákon tehették próbára magukat, ahol nem csak száguldani, de időben megállni is tudni kell. Azok a civil szervezetek, akik igényt tartanak 2025-től az SZIA 1%-ára, és korábban nem regisztráltak, szeptember 30-áig még megtehetik. Jelenleg több mint 33 ezer regisztrált civil kedvezményezettet tart nyilván a Nemzeti Adó és Vámhivatal. Aki azonban még nem szerepel a regisztrált civil kedvezményezettek listáján, és 2025-ben szeretne a felajánlott SZIA 1%-ából részesülni, annak 2024. szeptember 30-áig elektronikusan kell benyújtania az úgynevezett 24-1-reg nyomtatványt a NAV-hoz. A határidő jogvesztő, ezért különösen érdemes odafigyelni, mert a késedelem még igazolási kérelemmel sem menthető ki. Szombaton 21, vasárnap 26 csapat kínálta ételeit a látogatóknak a Tirpák Fesztiválon. Nyíregyháza életében a Városnap mellett ez a legfontosabb nagy rendezvény, amely a kulturális és gasztronómiai hagyományok ápolásán kívül jelentős szerepet játszik az itt élők identitás tudatának megerősítésében. Szeptember 14-én, 15-én talán a dátumhoz illeszkedve mindössze 14-15 fokban vette kezdetét a Tirpák Fesztivál Nyíregyházán. A történelmi, kulturális és gasztronómiai hagyományápolás keretében megszervezett nagy rendezvényt ebben az évben is meglátogatták a megyeszékhely testvér és partner települései. Úrik Attila alpolgármester kiemelte, a lényegét tekintve a Tirpák Fesztivál a város életében a legfontosabb program. Minden város szempontjából nagyon fontos az identitása, hogy honnan eredezteti a gyökereit, ugye ez Nyíregyháza esetében egyértelműen az evangélikus tót lakossághoz kapcsolódik, és nem árt, hogyha a jelenben élők, még ha ez egy távoli múlt is, ezt a fajta szorgalmat, amivel ezt a várost és takarékosságot felépítették, azt szem előtt tartják, mert minden, ami itt a Kossuth téren látható, az az elődeknek a munkája. Sőt, ugye most Örökváltság 200. évfordulója is van, amelyben a város akkori 15 ezres lakossága családonként körülbelül mai pénznek megfelelően 80 ezer forintot áldozott arra, hogy megváltsa a szabadságát és a saját önrendelkezés útjára lépjen. Az idei Tirpák Fesztiválhoz 14 programmal csatlakozott a Nemzeti Művelődési Intézet, az 1100 éve Európában, 20 éve az Unióban elnevezésű országos programsorozat részeként. Itt megjelennek azok a helyi értékek, amelyekkel gazdagítani tudtuk nem csak Magyarországot, hanem Európának a kultúráját is. És Nyíregyházán ugye a Tirpák Fesztivál keretében leginkább a gasztronómia került a középpontba, és tudjuk azt, hogy ha Magyarországra érkezik egy vendég, az éhen biztosan nem marad, mert ezzel is kifejezzük a szeretetünket, gondoljunk csak bele, akárcsak a nagyszülők, hogy hogyan tudjuk a szeretetünket kifejezni mi az ételeken keresztül, és ez jó példája ez a rendezvény erre, hiszen ahogyan hallhattuk,
láthattuk itt a színpadon, nagyon sok testvértelepülést meghívtak, akik szintén bemutathatják, hogy ők milyen ételeket tesznek szívesen az asztalra, akkor, amikor leginkább ki szeretnék fejezni a szeretetüket. Szombaton 21, vasárnap 26 csapat kínálta ételeit a látogatóknak. Visszatérő vendégként jelent meg önálló standdal 2024-ben is a nagykállói Kállai Rudolf szakképző iskola a fesztiválon. Tapasztalataik szerint bár már hajnalban elkezdték a főzést, a fesztivál látogatók igényeit nem tudják kielégíteni teljes mértékben. Nálunk a sztapocska az egy nagyon kuriózumként, és tavaly mennyiségét tovább 10%-kal növeltük, tehát 80 kg alapanyagból készítettük, de szerintem ez is délelőtt el fog fogyni. Illetve természetesen egy főtétellel, levessel készülünk, az babos, gulyás, leves, egy kicsit megvadítva, tépákosítva. A puliszka, mint kínálat, nem maradhat ki a kínálatunkból, illetve újként jött elő, hogy kukoricalisztből, almából, rendes lisztből egy süteményt készítettünk, majdnem 30 tálcával sütöttek le a kollégák tegnap. Az intézmény részéről a turizmus vendéglátás ágazati képzés képviselői idén is kitettek magukért. Voltak, akik első alkalommal jelentek meg a fesztiválon, kínálva nagy odafigyeléssel készített ételeiket. Ez tárkonyos vadragú leves lesz, erdély módra. Az mit jelent? Ez erdész módra. Ez azt jelenti, hogy vadhúsból készült, és borsó nincs benne, és paprikával, meg galuskával készül el, meg gombával. Az orosiak étele elnyerte a legjobb levesnek járó díjat a hétvégi Tirpák Fesztiválon. A körülbelül 120 adag leves rövid időn belül elfogyott, csak úgy, mint az egyesület lelkes tagjai által készített több ezer palacsinta is. Mindhárom Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyebeli csapat tovább jutott a labdarúgó Magyar Kupa országos főtáblájának harmadik fordulójában. A vármegyei első osztályban szereplő Tarpa a Bács-Kiskun vármegyei osztálytárs Harta Esét verte 5-0-ra. Az NB1-es Nyíregyháza Spartacus az NB2-es Vasas otthonában 1-1 után 11-esekkel lépett tovább. A másodosztályú Kisvárda az NB3-as harmadik kerületi TV-je vendégeként gól nélküli döntetlent követően szintén 11-esekkel harcolta ki a továbbjutást. A harmadik helyen végzett saját rendezésű tornáján a Fátum Nyíregyháza, miután a bronzmérkőzésen 3-2-re legyőzte a szlovén Kácit Kamnik csapatát. A kupa győztes, a román CSM Lugos lett, a második helyet pedig a Békés Csaba szerezte meg. A nyíregyháziak a hétvégén a román csapat otthonában lépnek pályára egy 4 csapatos tornán. A házigazda mellett a Békés Csaba és 2 külföldi csapat lépett pályára a 6. Fátum kupán. A nyíregyháziak szombat este a román CSM Lugos ellen mutatkoztak be szurkolóiknak. Hazai szempontból nem alakult jól a mérkőzés, 3 játékost is le kellett cserélni sérülés miatt, így a vendégek 3-szoros szettel 3-0-ra megnyerték a találkozót. A vasárnap délelőtti bronzmérkőzésen a szlovén Kálcit Kamnik ellen az 5. játszma döntött, mégpedig a nyíregyháziak javára, így a 3-2-es sikerrel bronzérmesként zárta a tornát Adrián Csilinszki együttese. Alapvetően kettős érzéseim vannak a torna kapcsán. Nagyon örülök annak, hogy a 3. helyet végül sikerült megszereznünk egy komoly játékerőt képviselő szlovén csapat ellen, akik bajnokok ligájában is szerepeltek, illetve szlovén bajnokságot nyertek. Viszont maradéktalanul nem lehetek elégedett, mert úgy érzem, ennek a csapatnak a döntőben lett volna a helye. De ugye az elődöntőben a román csapat ellen 3 meghatározó játékosomat is elvesztettem sérülés miatt. Úgy tűnik, hogy ezek nem hosszú távú sérülések, de fáj ez a csapatnak, és ebből a 3-ból 2 maródiak voltak a második mérkőzésen is. Ezért örülök neki, hogy nyertünk, viszont most nagy szerep hárul az egészségügyi csapatban, hogy rendbe rakjon mindenkit, és újult erővel tudjuk elkezdeni a következő hetet. Tóth Fruzsina a válogatottól visszatérve 2 hete kapcsolódott be a felkészülésbe. A csapatkapitány szerint a fiatal együttes számára jó erőfelmérőt jelentett a hazai torna.
Nagyon jól éreztük magunkat, nyilván voltak hullámvölgyeink, azért még éveleje van, próbálunk összeszokni a csapattal, még én is csak 2 hete csatlakoztam a lányokhoz. Szóval azt gondolom, hogy ez egy jó kezdés volt, jó torna volt, sok tanulság volt benne, hogy ezekről a hullámvölgyekből hogy kell kijönnünk, de ez egy folyamat, még csak az elején vagyunk, és remélem, hogy az év végére egy éremmel fog végződni. A nyíregyháziak még több felkészülési mérkőzést játszanak az október 4-én esedékes Békés Csaba elleni bajnoki rajtig. Tulajdonképpen ez egy hosszabb felkészülési torna sorozatnak az első állomása volt, hiszen most visszahívott minket a román Lugos csapat, ahol egy nemzetközi tornán fogunk szerepelni jövő hétvégén, illetve a következő héten a Békés Csabai tornára is ellátogatunk, úgyhogy még 4-5 nagyon kemény mérkőzés vár ránk, majd a Békés Csaba elleni szezonnyitó, ahol az igazi arcunkat is meg tudjuk majd mutatni. We are ready to play good volleyball. A Fátum kupát a CSM Lugos csapata nyerte, miután a döntőben 3-0-ra legyőzte a Békés Csaba együttesét. Kedves nézőink, híradónk végére értünk, úgyhogy nézzük főbb híreinket még egyszer, de már csak néhány mondatban. Példaértékűnek nevezte Ulrich Attila alpolgármester a 200 évvel ezelőtti a nyíregyházi lakosok összefogását, amelynek köszönhetően az itt élők megvásárolták földjeik tulajdonjogát. Nyíregyháza örökváltságának 200. évfordulója alkalmából nem csak koszorút helyeztek el a Kossuth téren lévő emlékműnél, hanem tudományos konferenciát és kamarakiállítást is szerveztek. Elkezdődött egy új bölcsőde építése Nagyhalászban. A 3 csoportszoba mellett só- és mozgásfejlesztő szoba is lesz a létesítményben. Az idősek otthona és a polgármesteri hivatal épületét energetikailag korszerűsítik. A város központi része pedig egy inkubátorházzal gazdagodik. Az elmúlt hétvégén rendezték meg Nyíregyházán a Tirpák Fesztivált. A kezdeményezés célja a tirpák hagyományok életben tartása, azok bemutatása a gasztronómia és a művészetek terén is. Az elnevezés egy örök emlékezés azokra, akik elkezdték építeni a várost. Szeptember 16-án hétfőn a Kölcsei Televízió híradóját látták, friss hírműsorral legközelebb holnap este jelentkezünk. Addig is várja önöket a weboldalunk, most pedig időjárás jelentéssel folytatjuk. Én kollégáim nevében is köszönöm figyelmüket, szép estét, viszontlátásra! Kedden változóan felhős időre számíthatunk, több-kevesebb napsütéssel. Elszórtan előfordulhat eső, zápor. Hajnalban pára, kötfoltok alakulhatnak ki. Az általában északkeleti, északi irányú szél helyenként megélénkül. Délutánra 18 és 21 fok közé melegszik fel a levegő.